Az egyik legidősebb és mégis legismertebb ez a pingpong játék, amiről kevesen tudják, hogy Pécset gyártották, és még a hadsereg is használta. Egy analóg karral föl le lehetett mozgatni egy kis pixelekből álló kis lapocskát, és ugye a másik oldalon szintén lapocska volt, és ugye egy pixel volt a labda, és hát ezt pingpongnak hívták, és itt volt ez a kiegészítő pisztoly, amit a honvédségnél használtak, át lehetett váltani lövészet gyakorlatra a gépet, és akkor egyetlen egy pixel rohangált ide-oda a képernyőt. Ezek után szivárgott be az otthonokba az elektronikai játék, ami a konzolok kezdetét jelentette. És akkor ugorjunk pár évet, mikor a Super Mario átvette a hatalmat. És van itt Mario is, amit ki is lehet próbálni. Szerintem teszteljük magunkat. Okay. Én 25 éve játszottam szerintem ezzel. Igen, ugye Mario-val nem nehéz olyan szempontból, hogy Mario gombákat gyűjt, csövekbe mászkál, és hát aki ugye emlékszik vissza 80-as évekre, erről külön tévéműsor volt még akkor, az akkori M1-en, Dévinti bácsi vezetésével az elektorkarandorok. Ez a szuper vízvezeték szerelő, a lakásról indítható. Mindig elmondom, nem kis büszkeséggel, hogy Európában három országban játsszák, Ausztria, Svédország és Magyarország úgy, hogy otthonról lehessen irányítani. Hát ugye országos versenyeket csináltak Márióból. És akkor elmondható, hogy itt nálatok minden működik. Minden működik, tehát ez a harmadik generáció, ugye a Nintendo. Az azt jelenti, hogy a 80-as években járunk. Igen, a 80-as évek, sőt, nyugodtan lehet mondhatjuk az elején, és ugye Mario... Most te irányítasz. Most én irányítok, igen. Aha. Jó, de elment. De ugye Márióval mindig eljutottam egy szintig, és ne tovább, tehát, hogy valami oknál fogva, vagy leestem, vagy nem ugrottam föl, vagy nem szereztem pontot. Valamit rosszul csináltam. Ügyességi játékok voltak, és talán volt még egy előnye az akkori videójáték gyártásnak, hogy nem kötötte így a számítógépek elé a fiatalokat. Játszottak egy picit, felután mentek ki a focizni, sportolni. Tehát kvázi megunhatták ezt. Igen. A tévés számítógépes játékok mekkájában egyszerre 60-an tudnak visszarepülni az időben. Eljutottunk a negyedik generáció, azt találjuk, ötödik generáció, és szép, hogy fejlődött ez a világ, jelentek meg a programok, így fejlődik, és ezt lehet megtekinteni ezen a kiállításon. És hát mindent ki lehet próbálni, ugye, ami hatalmas előnye a dolgoknak. Ezek a programok már szinte beszerezhetetlenek, aki egy kicsit ebben tisztában van, ugye ezeket liciteken lehet hozzájutni, és hát vannak olyan programok, amik több 100 000 forint érték. Ezért tematikus napokat is szerveznek, és egy-egy játékot ki lehet próbálni minden számítógépen. Most hétvégén például a Sonic, a kék sündisznó kerül középpontba. Minden adott gépre megjelent játékoknak a 80%-a nekünk megvan. Ez egy felbecsülhetetlen gyűjtemény ilyen szempontból, mert a gépeket úgy, hogy tudjuk pótolni még, meg tudjuk javítani, de a programokat már nagyon nehéz beszerezni. Van egy sarok, ami a modern, a mostani e-sport játékokat lehet vele kipróbálni, ugye ezek a mostani jelenkor játékai, de előbb-utóbb ezekben is retro lesz, és mindig jönnek az újabbak, tehát tulajdonképpen maga a történelem generálja a kiállításnak az alapjait. Imádjuk a retro és a mostani játékokat is. Nagyon sok tagunk szeret látogatni ide a játéktér kiállításra, illetve magára az e-sport bárba is. Ezek a kiállítások, retro konzolok és a mostani gépek is annyira nagy örömet szereznek bizonyos játékosoknak, hogy egy helyen felelhetőek, hogy élvezettel járnak ide. A Pécsin kívül a világban összesen két hasonló ilyen kiállítás létezik, az egyik Ausztráliában, Melbourneben, a másik Amerikában, New Orleansban. És ami az egészben a legszebb, hogy ők hárman tartják is a kapcsolatot, így akár a világ másik pontjáról is érkezhet egy-egy veterán játék Pécsre.